Sziasztok, srácok! Üdv mindenkinek! Ebben a videóban kicsit másabb lesz a téma, mint eddig, mert eddig jobbára igazánból gameplay-eket csináltam, most viszont szeretnék beszélni arról, hogy eladtam a laptopomat, és vettem egy asztali gépet. Én még belefértem azokba az emberek közé, illetve azok a szerencsések közé, akik meg tudták venni az RTX-es szériából az újakat, tehát a 3000-es szériájú RTX-es kártyákat. És nem akarom hosszúra, tehát tényleg elnyújtani ezt a videót, csak szeretném azt mondani, hogy szeretném elmesélni, hogy ugye bejelentette az Nvidia az RTX 3090-et, 3080-at és a 3070-et kártyákat. És hát elképesztő, hogy gyakorlatilag ezért az árért milyen tudást kaptok. Viszont hát ugye a felfogásom az, hogy jó, akkor a 3070 ennyit tud, a 3080 erősebb, jóval erősebb, akkor nekem a 3090 kell. Na most ez gyakorlatilag a megrendelésig így is volt. Illetve ugye én a 3080-asokat én direkt nem is rendeltem elő, mivel én mindenképpen 3090-es kártyát akartam venni. És kiderült utána gameplay-ekkel, meg benchmarkokkal, hogy hát igazából a 3090-es az 24 GB-nyi memóriával, tehát az lesz a nagy szó, hogy 24 GB-nyi memóriája van, de gyakorlatilag ilyen 10-12%-kal erősebb a 3080-asnál nyers erőben, ami hát nem sok. Viszont cserébe kifizethetsz érte plusz 300 ezer forintot, ami tök jó. Szóval akkor ez egy kicsi csalódás volt nekem. Én megmondom őszintén, tényleg arra számítottam, tehát abban biztos voltam, hogy nem éri meg majd a 3090-eset megvenni. Viszont nem gondoltam volna, hogy tényleg ilyen 10-11 pár százalék lesz a különbség a két kártya között. Úgyhogy én ott az nekem rettenetesen nagy csalódás volt, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor legyen a 3080-as. És hát így lett 3080-as a gépbe. Pár napja már megvan a gép, nincsen bottleneck sehol, tehát i9, 10900, 32 GB, RTX 38-as kártya és 3 TB-nyi NVMe, azok közül is a leggyorsabb, szóval nem akad, nem lassul, semmi ilyesmi, tehát ezek az FPS-ek, amit most látni fogtok játékokban, ezek nagyjából tükrözik azt, hogy mire számítsatok, ha esetleg venni akartok egy ilyen videókártyát a gépetekbe. És mondjuk egy ilyen konfiggal mit fogtok látni. Nagyon fontos megjegyezni, hogy ez a videó az én natív monitoromnak a felbontásán fogjátok látni, tehát nem 4K-ba teszteltem, hanem 3440x1440-be. Tehát nem a normál 2560x1440-es 1440p-s felbontáson játszom, hanem én annak a Super Widescreen verzióján, ezért hát most hülyén hangzik, de remélem, hogy azért látni fogjátok a lényeget, hogy én nem in-game capture-t vettem föl, mert abból is van fönt az interneten rengeteg, hanem off-screen, tehát magát a kamerát irányítottam rá a monitorra egy olyan szögből, amiben tökéletesen látni az FPS, és játékonként bizonyos játékoknál a processzor és a videókártyának a hőmérséklete is. Jó, tehát az összes játékot 3440x1440-be fogom játszani. Illetve játszottam, mert ugye már felvettem azokat a videókat. Szeretném megjegyezni, hogy például ilyen, hogy Call of Duty, mert hogy benne lesz a text, benne van a tesztbe, illetve Rainbow Six Siege, ezek nem maxon vannak. Nem játszom maxon multiplayer játékkal, mert felesleges. Tehát ilyen médium környéke, látsz mindent, jól néz ki, és rengeteg FPS-ed van benne, jó? Szóval az összes többi játék, ami ténylegesen fontos, ami tényleg single player, ami tényleg az a lényeg, hogy csutka, aztán hadd menjen, és tényleg úgy néz ki, hogy azt a rohadt életbe, azok mind maxon vannak, jó? Oké, szóval szeretném kezdeni a Control, The Foundation, azaz a Control című játékkal. Na most a Control az nagyon érdekes, mert nekem az előző gépemben, amiben egy 2080-as volt, megfelelő mennyiségű RAM-mal, ilyetes procival, hát azért itt-ott, azért 1440p-ben azért voltak gondjai
a játéknak, mármint ezen a felbontáson, Ultrán, és hát itt ez megszűnt. Tehát konkrétan nem igazán van a játékban olyan, hogy ténylegesen a ledadogna, vagy bármi ilyesmi, és mindez Ultrán, tehát ebbe beleszámítom a ray tracinget is. Igen, a ray tracinget. Ami a videóban sajnos nincs benne, az az, hogy ugye ez DirectX 12-n fut, azon az API-on, ami hát jelenleg ugye a videokártyák, hát hogy mondjam, nem annyira kiforrottak még a DirectX 12-re. Tehát mondok egy példát, jó? Ugyanazon játék, ugyanazon beállítások mellett, ugye DirectX 11-be, vagy DirectX 12-be van mondjuk 100 FPS-etek, akkor DirectX 11-nél nyugodtan számolhattok egy ilyen 140-150 FPS-re. Ekkora különbség. Jelenleg, és még ezzel a kártyával is. Szóval ezt tartsátok észben, hogy amit most láttok, ez DirectX 12, és úgy Ultra, és Ray Tracing-el Ultra. Amit szeretnék hozzátenni, hogy igen, a DLSS be volt kapcsolva, azért volt bekapcsolva, mert én Isten az atyám. Tényleg, én bárkinek az életére megesküdnék, még a sajátomra is, hogy én nem láttam a különbséget 3440x1440, vagy ugyanezen beállítások DLSS verziója között. Egyszerűen eszméletlen, hogy ez az Nvidia-nak az upscaling technológiája, hogy ez működik. Ez elképesztő. Tehát mondom, én nem láttam a különbséget, és ennyire vagyok így a monitortól. Tehát, hogy elképesztő, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt hagyom, mert ugyanazt látom. Tehát ugyanaz. Csak ugye kisebb felbontásban renderel, de úgy felszkéleli, hogy nem veszed észre. Elképesztő. Ha tehetitek, próbáljátok ki, megéri. Tényleg nagyon jó. Van egy olyanunk, hogy Mafia. Na most a Mafia nekem ugye, tehát ha jobban megnézitek ezért, és ott van a beállításokban, ugye 3440x1440, max beállítások, folyik a játék, gyönyörű szépen megy. Nekem nagyon tetszik egyébként a játék, hogyha egy pár szóban szeretnék róla beszélni. Nekem nagyon tetszett például a Mafia 2. Nem tudom, kétszer biztos, de inkább háromszor is végigvittem. Nekem az volt az első Mafia játékom egyébként, amit végtoltam. Aztán nekem az egy az kimaradt. Az egy azért az, akárhogyan nézzük, azt hiszem 2003-as, tehát 17 éves, de lehet, hogy 2002-es és 18. Nem tudom, nekem az annyi maradt meg, hogy apukám játszott vele számítógépen, és én még nagyon gyerekként még néztem, hogy ez milyen játék, oda mész, ahol akarsz benne egy városba, és maffiás. És ennyi. Tehát ennyi maradt meg az egyből, úgyhogy mindenképpen szerettem volna kipróbálni, meg hát ugye nyilván végigvinni ugye a Mafia első rész remake-ét, hogy mégis milyen maga a játék, és nekem nagyon tetszik. Nagyon tetszik a sztori, nagyon jók eltalálták a karaktereket, nagyon jók a szinkron hangok, a játék nappal jól néz ki, nem egy olyan, hogy így eldobod az agyad, de este, amikor mész a játékból, kicsit ilyen köd, meg esőben, és akkor így a neoncsövek, meg a háttérben, ugye a kínai negyedben mész autóval, elképesztő. Komolyan elképesztő. És hát ugye én ezt nyomtam ugye OLED TV-n is, és ott meg már megint egy másik szint, szóval most egyelőre maradjunk a sima, egyszerű standard monitornál, ne egy high-end TV-nél, de majd abba is belemeltünk később. Aztán Horizon Zero Dawn. Hát igen, szóval a játék az sajnos a Horizonnal az a baj, hogy én ugye azt végtoltam PlayStation 4 Pro-n, és imádtam. És a PC-s verzió, hát finoman szólva is elég érdekesen indult a rajtja a játéknak. Tehát mondjuk úgy, hogy mindenkinek crashelt, meg mindenkinek problémája volt vele. Nekem nem volt vele úgy gondom, nekem a legelső indításnál crashelt ki. Mondom, hát ez mi volt? Aztán elindítottam, és azóta nekem tökéletesen működik. Szeretném megjegyezni, hogy nem csak ennél a gépnél crashelt ki elsőre, és utána tökéletesen működött, hanem az előző gépemnél, a laptopnál, ugye az RTX 2080-as kártyájú laptopnál is becrashelt egyszer, aztán utána tökéletesen ment. Mármint egy ideig, aztán ott megint még egyszer becrashelt, de onnantól kezdve ennyi. Tehát én abba beleraktam a játékba, nem tudom, egy ilyen, hát sokat. Sokat. És igazából, hát hogy mondjam, szóval mindenki panaszkodik, hogy mennyire crashel a játék, egyszerűen nem tudom. Mindegy, lényeg,
hogy a játék az gyönyörűen néz ki, és amit láthatjátok, ugye tökéletesen fut megint csak ultrán, natív felbontás, ultra. Kevésnek tűnhet elsőnek ez az FPS, hogyha jobban megfigyeltek játékokban, viszont ne felejtsétek el, hogy ez ultra. Tehát ez, ha csak pár dolgot levesztek, tényleg ilyen legbrutálisabb élsimítást, akkor az ultra árnyékokat, ami a hegy mögött is megjeleníti a gép, de minek? Ha azt leveszitek high-ra vagy very high-ra, amit ugyanúgy nem fogtok látni, mert annyira messze van, és annyira részletes így is, már is nyertek vele plusz 20-30 FPS-eket. Tehát így instant. Tehát azért mondom, hogy ezt azért tartsátok észben, hogy azért ott van az erőtöblet bőven. És hát ugye, igen, tehát az, hogy nem 60 FPS-en megy valami, hanem az, hogy 85, 90, 100, 120, ott azért megvan az esély annak, hogyha esetleg egy kicsit zuhanna a framerate, és még bőven játszható fölött vagy. És nekem ez az erőtöblet volt mindig is a lényeg. Jó, de szeretnénk majd kitérni arra, hogy 4K-ban majd mit tud a gép, talán egy másik videóban. Ez annyit szeretnék hozzátenni, hogy attól még, hogy ezen a felbontáson mondjuk, mit tudom én, 90 FPS-sel fut ultrán, az nem azt jelenti, hogy 4K-ban akkor 30 vagy 40. Tehát az a vicc az egészben, hogy minél nagyobb a felbontás, annál jobban tudja tartani a frame-et. Mármint idézőjelesen, tehát nem lesz akkor a gap, ugye a kettő felbontás között, hanem ténylegesen tudja tartani, és elképesztő, és stabil. Na, de mindegy. Aztán folytassunk egy olyannal, hogy Call of Duty Modern Warfare. Az egyetlen indok, amiért megvettem a játékot, az volt, mert kaptam már a legdurvább Dark Edition-nel egy igazi éjjellátót kaphattál a játékhoz. Ennyi, ezért vettem meg a játékot. Alapjában mi van a játék? Az ugye, amit láthatjátok, ugye itt van RTX 3080-as kártya, és hogy ugye 3440-1440. Szeretném hozzátenni, amit láthatjátok a beállításoknál, én ezt ugye elmondtam a videó elején, nem ultrán játszom. Tehát felesleges, én szerintem, még így is, tehát most elfutna bőven, de minek játszol multiplayer játékot ultrán? Tehát ha az árnyékok be vannak normálisan kapcsolva, médiumon van ultra helyett, te ugyanúgy látni fogod másnak az árnyékát. Tehát most ezt hagyjuk. Tehát akkor ilyen, hogy HBAO, meg önárnyékok, meg motion blur, meg az ilyen szarokat én kikapcsoltam, mert nem kell. Viszont amit láthatjátok, maga a játék az elég szépen pumpálja az FPS-t, és mondom, hogy ez nem tűnik soknak, ez a 150-160 FPS, de ne felejtsük el, hogy például 4K-ba ez megint csak 120-130. Tehát esik 20 FPS-t az egész, egy sokkal nagyobb felbontáson, és így hello. Illetve az FPS-nek a mértéke függ attól, hogy a játék mennyire jól optimalizált például, hiszen most mondhatnám, hogy a Doom Eternalról csinálok videót, minek? Úgy kezdték el promózni az egész videókártyát, hogy az RTX 2080 Ti-hoz képest a 3080 mennyivel erősebb, és mennyivel tud többet Doomban. De a Doom Eternal az nem mérvadó, hiszen gondoljatok bele, hogy híresen jól optimalizált játék. Tehát annyira jól fut. Gyakorlatilag, tehát az jelent valamit például, hogy jön Nintendo Switch-re, egy tabletre. Tehát most, ha egy tableten elfut, akkor ne az legyen szerintem a mérvadó, mondjuk egy ilyen játéknál, hogy most, jó persze, elfut, igen, fut mint az állat, oké, lapozzunk. Aztán volt egy következő, Evil Within 2. Hát, ja, szóval Evil Within, ugye én imádtam az első részt az összes kiegészítővel, és imádtam a második részt is. De a második rész az híres volt arról, hogy rettenesen szarul optimalizált, és hát most mondjuk ki, tényleg az, tehát hogy borzasztóan. Ettől függetlenül a játék menet nekem például nagyon tetszett, sokaknak nem jött be, most ebben nem menjünk bele. A játék ugye itt is, ugye 3440x1440 maxon fut, és megvan a 80-90 FPS-ünk úgy, hogy a játék borzasztóan szarul fut, tehát hogy elképesztő, emlékszem rá annó a tesztekbe, hogy nem a konzolok, nem, ne vicceljünk már, és ez most nem vicce, amikor az kijött, ha jól emlékszem, de nem akarok hülyeséget mondani, ha jól emlékszem, akkor a GTX 1080, vagy a 1080 Ti, nem tudom pontosan melyik, nem tudta benne normálisan tartani a 60 FPS-t. Konkrétan.
És ez vicc, tehát hogy mi van? És hát ugye a játék az ugye, hát finoman szóval sem követeli meg azt, hogy így dadogjon a frame. Tehát maga a játék, ettől függetlenül imádom, nagyon jó a sztori, tetszik a karakterek, tetszik az atmoszféra, tetszik az egésznek a stílusa, de technológiailag ez egy hulladék, és sajnos a mai napig az. Tehát, szóval ennyi. Aztán folytassuk ugye a listát, akkor Assassin's Creed Origins. Na, Assassin's Creed Origin, miért nem Odyssey? Hát megmondom, azért nem Odyssey. Mert nagyon szar az internetem, és nem tudtam időbe leszedni Uplayről, úgyhogy maradt az Assassin's Creed Origin. Szóval Assassin's Creed Origin, a játék ultrán van. Tehát megint csak ugye ultrán van, sokak szerint az egyik legjobb Assassin's Creed, köztük vagyok én is. Hát azért a Black Flag azért csak ott van, na mindegy. Szóval, amit láthatjátok, ugye az Assassin's Creed, az Origin elképesztően szépen fut, nagyon jól néz ki még mindig, pedig már azért egy pár éves játékról beszélünk. Nyilvánvalóan ugye ezen is 3440x1440, és ezen is hiába látjátok, és gondoljátok azt, hogy na jó, de hát ez most miért megy, tudom én, 80-85 FPS-sel, hát most az olyan nagy történet. Hát egy kettő dolgot vesztek le, és már is 100 fölött vagytok, és nem látjátok a különbséget. Tehát ez megint olyan dolgokat lehet pluszba ugye beállítani ennél a játéknál is, amit rohadtul nem fogsz észrevenni. Tehát az, hogy a tömegbe hátul, mit tudom én, 30-40 emberrel később, hogy ott van-e árnyék, vagy nincs, abban az épp aktuális pillanatban, amikor odanézel, majd amikor mész közel hozzá, és nem figyeled, meg nem is látod, kirajzolódik az árnyék, ez már ott van alapból, az árnyék. Amit te nem látsz, de ugye a videókártyának ugye ki kell dolgoznia, meg kell csinálni azokat az árnyékokat, amit te hiába nem látod, neki az erőforrást vesz el, és az árnyék, és vagy akár az élsimítás, vagy akármi. Szóval én azt mondom, hogy igen, rettenetesen jól fut, és a legviccesebb az egészben az, hogy 4K-ba ultrán is ugyanúgy 60-70 FPS fölött van az FPS számláló. Tehát függetlenül attól, hogy ezen a felbontáson így fut, nagyjából ugyanígy futnak a játékok 4K-ban is. Mondom, nagyjából. Tehát azért nem 100%-os, hogy nyilván játékfüggő. Aztán, folytatás. Tom Clancy Rainbow Six Siege. A játék, ami gyakorlatilag nem egy, nem kettő, hanem körülbelül 10 000 embernek a barátságát tette tönkre, amikor rájössz arra, hogy csak te vagy a legbaszóbb a csapatba, mindenki más egy balfasz. Persze ez nem igaz, viszont ugye akkor, amikor játszol, akkor ugye mindenki ellened van, csak te vagy saját magaddal, hiába csapattársakról beszélünk. Viccet félretéve, a játék ugye megint csak 3440x1440, nem ultrán játszom, olyan médium környékén, ami olyan az low, most shading modellt, minek rökjön föl low, medium, high, meg very high-ra, mikor ha látom, hogy egy hűtő az hűtő, akkor az távolról is ugyanúgy hűtő maradt. Tehát nekem az nem kell, az élsimítást, az TAA-on van, mert hogy minek rakjam föl magasabbra, hiszen ugyanúgy simítja az éleket, tehát, és nem zabál annyit. És amit láthatjátok, ugye 250 FPS környéke, és mondom, tehát ez ezen a felbontáson, elképesztő mennyire jól viszi a játékokat a gép. Én nagyon elégedett vagyok egyébként vele. Hát nem tudom, igazából azt hiszem ennyi lenne így a lista egy első körben, amit szerettem volna megmutatni. Vannak még játékaim, ezeket azért választottam ki, mert ezeket a játékokat sehol, hát kivéve a Kontrollt, de nagyjából sehol. Hát kb. Sehol. Tehát nem annyira populár játékok. Nem, ez nem a megfelelő szó. Nem találtam ezekre a játékokról kimondottan úgy gameplay videót ezzel a hardware-rel, mármint ezzel a videókártyával, ami normálisan ugye megjelenti azt, hogy oké, ezen a felbontáson, ilyen beállításokkal így fut az az éppen aktuális játék. Jó? Tehát értsétek így.
Mondom, én a játék, én nagyon szívesen csinálok még játékokról videót, azért nem akarok benchmarkokról videót csinálni, mert nem a benchmarkkal játszol. Tehát most én tudom, ez hülye hangzik meg, de hát ott a magas pontszám, meg de nézd meg, az 24 ezer pontot érte. Ki a faszt érdekel? Ha elindítod a játékot, az hogy fut? Nem a benchmarkot fogod nézni. Az csak egy nagyjából egy ilyen izé, hogy jó, ez ennyit tudod, akkor az ennyi erősebb. Oké. Hát erre senki nem fogja verni. Tehát az a lényeg, hogy amikor leülsz játszani, és elindítasz egy Resident Evil 3-ot, vagy egy Red Dead Redemption 2-t, amiről ha kell, akkor nagyon szívesen csinálok videót, vagy akármit, akár 4K-ba, akkor nem a 24 ezer pont számon volt benne, hanem az, hogy elindítod, fölcsapod ultrára, és megy a játék. Kész, ennyi. És folyik, rángatjátok az egeret, mint a hülye, és gyakorlatilag tökéletesen működik. És folyik a játék. És ez a fontos. Legalábbis nekem. Úgyhogy ha esetleg valaki benchmarkokra számított volna, akkor nagyon sajnálom, mert én nem csináltam benchmarkokról tényleg videót, se semmilyen összehasonlítást. Ha nagyon arról szeretnétek nézni, interneten gyakorlatilag az minden második videó benchmark. Tehát ha én most lefuttatnék egy benchmarkot, ugyanaz lenne. Tehát azért mondom, hogy én így inkább a játékokkal kapcsolatban szerettem volna csinálni videót. Úgyhogy remélem, hogy tetszett. Nem tudom, hogy mennyire jött át ez az egész. Most nyilván nem az, hogy most de éles a videó minősége, meg mit tudom én ugye a játékoknál, hogy ténylegesen az FPS szám, és bizonyos játékoknál, amelyiknél ugye engedte, a hőmérséklete a procinak és a videókártyának. Na, erről még pár szót. A proci és a videókártya. Tehát nekem a videókártyám az egy Palit overclockolt, tehát OC, RTX 3080 OC videókártya, és játékonként igazából játékfüggő volt az, hogy mennyire melegedett fel. Ez egy 3 ventilátoros videókártya, nagyon jó hűtése van, én meg vagyok vele elégedve, illetve az i9-es procit, a 10900-asat egy Corsair vízhűtés hűti le, ami megint csak játékonként ugye attól függ, hát valamelyik játéknál 50 fokos, valamelyik játék meg a 60-65, tehát most ez igazából sosem tudod, hogy melyik. Azt mondjuk észrevettem például, hogy nagyon érdekes, hogy nem felbontás, lehet, hogy ti tudtátok, én nem felbontás kérdése az, hogy mennyire melegszik fel a gép, hanem az, hogy mennyi FPS pumpál ki magából. Vannak egy jó példát, tehát a Mafia az ugye itt, ugye ezen a felbontáson ment ilyen 85-90, néha 100 FPS-sel, és viszonylag eléggé, hát persze olyan határokon belül, hogy teljesen mindegy, hiszen nem számít, mert nem forró vagy ilyesmi, de elkezdett felmenni ugye a hőmérséklete a videókártyának és a procinak is. Viszont, ha én ugyanazt a játékot, ugyanúgy a Mafiát, ugyanúgy ultrán, de nem ezen a felbontáson, nagy frame-mel, hanem a tévén 4K-ban játszom 60 FPS-sel, nem ment fel annyira se a proci, se a videókártyának a hőfokja. Én egyébként nagyon meglepődtem rajta, és lehet, hogy én vagyok az egyetlen, de én azt gondoltam, hogy mivel nagyobb felbontás, így jobban kell ugye dolgozni a procinak, meg a videókártyának is, és hogy jobban át fog melegedni, és így nem. Tehát, hogy konkrétan nem, konkrétan arról van szó, hogy minél több a frame-et, például Call of Duty-ban, meg Rainbow Six Siege-nél, ugye ott van a, hát Call of-nál is mondjuk attól függ, melyik mapról beszélünk, de nagyjából ilyen 200 FPS-ed, így átlagba, ugye Rainbow Six-nél meg ugye jóval több, és ott is megy föl ezerrel a hőmérséklet, mint az állat, tehát ilyen 70 fokig megy föl, tehát most nem arról van szó, hogy kigyullad, vagy ilyesmi, de ugyanazt a játékokat játszod 4K-ba, HDR-rel, 60 frame-re lelokkolva, vagy 70-re, vagy 80-re, mert ugye ezt tudja az adaptív frissítést a tévé, akkor nem melegszik annyira. Tehát, hogy ez nagyon furcsa volt, illetve, hát furcsa volt, hát meglepődtem rajta. Na, én mondom, én nem erre számítottam, hanem tényleg pont az ellentétére. Jó, hát skocok, igazából ennyi lenne ez a videó, most nem akarom tovább húzni ezt az egészet. Ha valaki ténylegesen kérdésekre választ akart találni, akkor ennél a videónál szerintem így frame rate
téren, illetve bizonyos játékoknál szerintem az megtalálta. Ha esetleg kérdésetek van, vagy bármi ilyesmi, akkor nyugodtan írjatok kommentben, vagy Facebookon a csoportba, vagy Instagramon, vagy akárhol, nyugodtan kövessetek be, ott fel tudtok tenni kérdést, véleményem, véleményeket, vagy akármit a számítógéppel kapcsolatban. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet még egyszer, és hogyha tényleg szeretnétek még ilyen videót, vagy esetleg a magáról 4K-ba ugyanezeket a játékokat, vagy bizonyos specifikus játékokatról nézni videót, hogy mégis hogy viszi ezen a felbontáson, vagy 4K-ba, akkor nyugodtan, hát egy like-kal mindenképpen jelezzétek ugye a videó alatt, illetve kommentben is írjátok le, hogy mit gondoltok erről az egészről, és legközelebb találkozunk. Jók lehetek, szevasztok!